Köszöntelek titeket, drága nézőim! A mai napi Bart Thunder-es túravezetésünket láthatjátok Kaukász nevű mapon. Hát remélem jól lejtettem ki, bár ez a én kis sajátosságom, hogy sosem bírom ezeket rendesen kiejteni. Mint látható, ez egy amerikai gyártmányú P40-es Kitty Hawk. Úgyhogy hát én mindig ezzel szoktam jólni, az egyik kedvenc gépem a játékba. Meg ennek a különböző válfajai, és hát P39-esek, azok nem igazi Kitty Hawkok még, de már hajaznak rá, na. Ja, és hát is kezdődött a kis küzdelmünk, és hát egy rendkívül izgalmas összecsapásnak lehetünk a mai nap szemtanúi, legalábbis remélem. Elég érdekes, hogy egyes játékosok így csíkot húznak maguk után. Mint egy kicsit úgy könnyebben felhívnák magukra a figyelmet. Ó, és itt van az első, egy P400-as gép. Hát egy kicsit sikerült rásebezni, de nem tudom, hogy most milyen szinten tudtam én ezzel akármit is kezdeni. Mindenesetre most megpróbálunk újfent ráfordulni, és talán sikerülni is fog. Á, azt mondja, ó, de megint sebezgettük egy kicsit a fiókát. Jó van, halljál meg! Mindig próbálok abban a körbe célozni, de hát nem olyan egyszerű. Talán majd most, és menekül vissza az övéhez a drága, jaj! Hát nem kéne túlzásba vinnem, mert nagyon eltávolodtam a saját csapatomtól, és akkor sok ellenséges gép kerül hirtelen a hátam mögé, úgyhogy most így maradjunk annyiban, hogy leseveztem annyira a gyereket, hogy most egyelőre kivontam őt a forgalomból. Itt van egy újabb gép előttünk. Ha szép lassan megpróbálok ráfordulni, egy I-153-as. Hát ez egy kétfegyelű volt, nem tudom mit keresett ebbe a csatába, mert hát igen, nem volt hosszú életű, mint láttátok. Egy pár sorozat után ezek egyből megpusztulnak. Érdemes az ilyeneket általában mindig úgy gyorsan leszedegetni, mert könnyű kill. Ó, és itt az újabb változatunk, és hát pedig szépen végig soroztuk az oldalát, talán majd most. Alulról megpróbáljuk elkapni a fickót, és el is kaptuk. Jaj, de szép volt ez ám. És el is kezdett zuhanni az illető úriember, és meg is pusztult. Jó van, na idáig tetszik a kis mérkőzésünk. Vártam, de amúgy is szoktam szeretni. Tankos részét kivételével, azt valahogy úgy annyira nem találták, mert ez nagyon érdekes módon csinálták, meg én nem pont erre számítottam. Lehet tankozni, meg le is hívhatod a repülődet, de csak adott ideig, azt akkor most mire használod az alatt a 30 másodperc alatt a repülőt, belerémelsz a tankba, szóval már mindegy. Kicsit jobbra számítottam. De mondjuk ez csak a sima játékmódban van, hát gondolom az, mert a full realisztikusban már azt lehet csinálni, amit akar, de hát mit tudom én, azért szeretek az ilyen inkább lightosabb játékmódokat, nem vagyok az a extrém szimulátor fan. Mindenesetre most egy kicsit megpróbálok visszavonulót fújni, mert ugye a minimapot figyelem, kb. 3 gép van mögöttem, és igen, a golyók becsapódásából úgy látom, hogy mintha rám is céloznának, legalábbis én itt lennék az áldozatok, lehetséges áldozatok között, és egy ugyanben sikerült megkerülni, hát kicsit rá se beszélünk, de ez valami kevés volt. Valakit lezuhant mögöttem, ezt hallottuk. És most itt egy Henschel 112V-n, talán vele sikerül felvennünk a kontaktot, hogyha kellőképpen mögé tudok kerülni, túl nagy volt a sebesség, akkor maradt ez a P40-es. Őt viszont szépen elkapjuk, legalábbis remélem. Az a gáz, hogy neki is P40-ese van, és belém rémelt az a kis mocsolár. Irdatlan kétfedelőjével. Húj, hogy én hogy utálom ezeket. Na jó, akkor itt a másik gépem, a P39Q5. Vagy jó lesz, vagy nem, majd kiderül. Szeretem ezeket a P-s amerikai jármájú gépeket. Mondjuk nála be kell osztani nagyon a skúlót, mert hamar kifogyaszt, akkor sokáig tart, amíg visszatölt. És addig ugyebár csak menekülni tudok. De itt van megint ez a P40-es, megpróbáljuk elkapni. Azt az ege. Hát, megint rásebeztünk. Talán hátat sikerült olyan találatot is bevinni, hogy lezuhanjon. Úgy nézem, lezuhant. Jó van. Itt a másik illető úriember. Ez az. Hát, kéne téged is kapni. Hát, valami volt. Itt a P400-as. Ó, őt elkaptuk. Jó van. Na, szeretem az ilyen összecsapásokat. Jövök máskor is. Na, azt mondja, hogy kéne megint egy gép, akit lelőhetünk. De ha megint a minimapot figyelve, én úgy látom, hogy mintha mögöttem tanyázna az illető ellenség, de nem. Jó, van, eltávolodtam. Akkor most próbálok egy kis magasságot nyerni, amúgy elárom nektek, mondjuk szerintem ezt ti is tudjátok, de
nagy magasságból sokkal könnyebb lecsapni az áldozatra, mint így a velük egy vonalba vagy éppenséged alattuk próbálni meg mögéjük kerülni. Nem tudom, a magasból valahogy mindig könnyebb és eredményesebb vagyok. Ez az én meglátásom. Ó, és itt egy újabb gép, na őt el kéne kapni. És... Hát, sikerült rásebezni az illető fickóra. Az a baj, hogy én egy kicsit gyorsabb vagyok a kelleténél, próbálom szabályozni a gázt, de nem mindig olyan egyszerű. Na, ahhoz közben már mögénk is kerültek. És jó bírja amúgy ez a gép, mert rohadt masszív, na talán most lezuhan. Igen, le is zuhan, jó van. Most próbálom elvenni a gázt és valahogy megkerülni itt a harcoló feleket, mert alacsony magasságom ellenére azért így talán esetleg meg tudom őket úgy kerülni, hogy jól legyen. És már megint itt egy I-15-ös, talán őt el fogjuk kapni. Na, haver, és el is kaptuk, jó van. Hát ezek, mondom, ezek könnyű falatok. Aztán itt a következő egy BF-109-es. De hát erre elég sokan ráakaszkodtak, nem tudom, hogy eljutok, mire én eljutok arra, hogy tüzet nyissak rá. Nem volt jó szög. Néha így kiszoktam térni, mikor így szembe jönnek velem, mert volt már egy párszor előfordult, hogy az ellenséget akartam lőni, de pont az enyém rongyoltak bele a találatba. Úgyhogy ezzel inkább már óvatos vagyok. Na, ott egy A20-as. Hát az túl messze van. És itt alattam egy P36-os. Na, az is elég könnyű falat. Nagyon bátrak ezek a mostani új emberek, hogy ilyen össze-vissza mindenféle gépekkel itt nyúlnak. Hát, mint látható, az a kétfedeles géppel is lehet eredményt elérni, csak a saját életed árán, mint lehetett látni, belém is rémelt a fickó. Gyerünk, na, egy találat volt. Még egyszer kéne téged elkapni, még egyszer. Igen. Ó, és már két gép is van itt. Aj. Kicsit sűrűsülnek itt ám a dolgok. Na, gyerünk. Na, megint volt egy kis találatunk, de ez is valami kevés volt, közben mögénk is kerültek, úgyhogy megint kitérő manőverbe kezdhetek. Ilyenkor általában cikázni kezdek alacsony sebességen. És hát, ha szerencsém van, akkor ő nagy gázzal jön és elfelejti visszavenni a sebességet, és simán átrepül fölöttem, és ilyenkor meg tudom kerülni. Na. Hát előbb-utóbb már csak el lezuhanhatná, ha ver. Na, végre már kigyulladt, úgyhogy talán ő meg lesz. És lezuhansz? Lezuhant, jó van, megvan az ötödik izé győzelmünk, vagy hetedik, itt tudom, mert már ide nem számolom. Azt mondja, hogy hetedik, úgyhogy akkor én hiszek neki, és tényleg hetedik, jó van. Na, lesen amúgy a végéhez közeledik a körünk is, jó, még egy gép itt van előttünk. Pont kifogytam, mire jól állást vettem volna föl, úgyhogy ez valószínű a kedves társaim áldozata lesz. Na, úgy is van, na mindegy, azért kicsit sikerült rásebezni, jó van. Ezzel is gyarapítottam a pontjaim számát, és mit kéne most találni magunknak, már elég elfogytak az ellenfelek itt a látómezőben, megint próbálok magasságot nyerni. És egy Henschel 51-es pusztult meg épp alattunk, pedig az is jó falat lett volna. Talán az a OS2U, ha még az ott van, hát ott van az ilyen hidroplánszerűség, és hát rásebeztünk. De még egyelőre szerintem nem kapott olyan találatot, hogy rossz lenne neki. Közben a kegyik társ is megpróbál neki besegíteni, úgyhogy én rámegyek arra, úgy döntöttem, hogy olyan jó legyen neki. Úgyhogy most nehéz felvenni a jó szöget. Na, de azért már sikerült egy kis találatot bevinnünk. Gyorsba fordulok egyet, de hát már megint jön egy fickó. Nem lesz egyszerű dolgom így, nagyon nem lesz. Kicsit sérült is a gépem, és már mint az irányítás már nem egészen olyan lenne, mint az elején. Mondjuk ezt a szárnyom állásából is lehet látni. Maradt egy pár lyuk. Ezért szeretem én az amcsi gépeket, mert lényegében rommá lehet őket lőni, és még akkor is egy... Jó, volt, hogy egy irdatlan nagy darabot kilőttek a gépem szárnyából, és még úgy le tudtam szállni a reptéren. Pedig már alig bírtam irányítani, de pont mákom volt. Vissza meg tudtam magamat javítani, és még utána leszettem két gépet. Oj. Na most leszek ám bajba.
vajon mit évő legyek? Félni fogja még a gépem, úgyhogy már elég rommá lőttek. Azt mondja, megint próbálok visszavenni a sebességből, kis cikázás, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Háj, gyerünk már, túl akarom élni. Gyerünk, és még mindig itt vannak mögöttem, legalább ketten. Próbálok kerülni. Valaki, ah, na, egyes sikerült, már úgy látom. Ó, de még a másik haverja itt van. Hát tudjátok, ez a cikázás valamelyes eredménye, csak hát annyit veszítettem a sebességből, hogy nagyon nem jó. És próbálok megint egy kis manővert végezni, de hát ez egy írtatlan jó móka lesz. Na, megint itt van. Próbálok rákanyarodni, hát ha még egy találatot be tudok vinni, de még mielőtt megpusztulnék. De még a kedves kollégája az itt van mögöttem. Hát az a baj, nem tudok olyan szögbe fordulni, hogy jó legyen, úgyhogy megint simán megkerült. Úristen, azt a fát épp, hogy elkerültem. Ott a spot mögém is került a fickó. Jaj. Na mi lesz most, életben maradok? Megint kaptam egy találatot. Hát a szárnyaim azok igencsak feketék már. És ennyi jó gyerekek, hát sajnálom, de eddig bírtam. Jöhetek a harmadik gépemmel. Ami pedig nem lesz más, mint egy B-39-en. Csak hogy jó legyen. Na, azt mondja, hogy... Ó, de azért lesz még dolgom, úgy látom. 8 ellenséges földi célpont van még épségben, meg 9 nekünk, úgyhogy még egyelőre mi állunk jobban. De, hát fú, lesz itt meló. Azt mondja, ott van egy LAK 3-as. Hajj meg! Gyors forduló. Olyan az egész az, hogy ilyenkor alig látok. Ott az a japógép. De nem is, ez nem japó. Amerikai, jó. Hasát láttam, az egy kicsit megtévesztett. Ó, itt van egy másik. Ez talán egy bombázó. És... pedig ez is kapott elég rendesen. Na. Haver, úgyis el foglak kapni. És mintha már lángolna. Gyors kitérő manőver, mert úgy látom, mögém kerültek. Itt van megint egy áldozat, egy P-36-os. Na. Egy újabb, egy F4-es. És... És közben még mindig itt vannak mögöttem. Talán az a LAK 3-as, nem. Még pont azelőtt lezuhant, hogy jó lett volna, de itt jön velem szembe egy srác. Őt el kéne kapni. Nem volt új skulom, hogy jó legyen. Már megint kerültek, legalább ketten. És játszogathatok megint a gázzal. Ha jó lenne, már leszállnátok rólam, na most már komolyan, úristen, mi van itt? Hát ezt a gépemet is kicsit rommá lőtték, csak ennek most a törzsét úgy a változatosság kedvéért. Azt a neve. Na, mintha egy kis lélegzetvételhez jutottam volna, de vagy csak én gondolom, úgy, na mindjárt kiderül. Hát ez a gép lezuhant. És hát megint egy kicsit lyukacsos lett a szárnyam, csodálatos. Nincs is jobb, mint egy ementálival harcba menni, azt az eget. Na, de a lényeg az, hogy még életben maradtunk, és én még tudok küzdeni. És folyamatosan csökken az ellenfél gépeinek a száma, mert hát annak ellenére, hogy én itt most szemerek, a többiek azért tették a dolgukat. Na nézzük. Most így egy kis lélegzetvételhez jutottam, így ki tudok nézni magamnak egy újabb áldozatot, úgyhogy hamarosan be is fog következni. Ki legyen a következő, az a Spitfire elég közeli célpontnak tűnik, és mintha felém jönne, hát az belerejön. Nagyon jó. Akkor talán az a BB-1-es, hát az a legközelebb hozzám eső gép. Na, ha már pont felém is fordul, jó van. Mindjárt rendőrtábba lesz, és el is kaptuk. Jó van, megvan a 8. áldozatunk. Ideje volt.
Én nem gondoltam volna, hogy ezzel a géppel még elérek akármit is. Na most egy kicsit siklórepülésbe kezdtem, mert nem állt egy kicsit spórolni így a dolgokkal. Félelmetes, hogy mit kapott ez a gép. És hát a dolgok jelenlegi állása szerint még mi vagyunk az elsők, úgyhogy eléggé nyugodtan vettem tudomásul. Hát tőlünk 3,5 km egy hurikén van. Azt nem fogjuk bántani, mert szerintem mire oda jutok, addig már leszedik a többiek. És... hát pedig csak muszáj leszek arra felé elmenni, mert nincs itt a közelemben semmi, úgyhogy megnézzük az ellenségnek a repterét. Aztán vagy jó lesz, vagy nem. Hát kicsit körbevették a srácot, ez tény és való. Hát eddig is bírta. Akkor nézzük meg a repteret. Hogy vannak itt még ilyen földi célpontok, hát azt hiába lőném, az a sok mindent nem érek el. Ott mi van? Ah, ott se érek el sok mindent, de közben jön egy F2A. Ami talán jó lesz még valamire, meg egy Boo Fighter is feltűnt. Hát nézzük meg a Boo Fighter-t, az nagyon magasságban van, meg... most nem is nagyon számít szerintem rá, hogy alulról fogja valaki lőni. Ja, na megint a sebesség az, amivel gondba leszek. Na talán most. Áj, találatunk volt. Sikerült egy kicsit az oldalát végig sorozni, jó van. Megint rámegyünk. Alacsony fordulat. És... gyerünk, fickó! Hűdebb szívós idög ez. De közben valaki lő itt engem is. Úgyhogy gyors kitérő manőverbe kezdtem. Még mielőtt be nem kapok egy újabb végzetes találatot, mert ez nem lenne jó. Mindenesetre annyit elértünk, hogy a Boo Fighternek elvettük a kedvét a harctól, az tény. Jó, mögöttünk nincsen senki, úgyhogy gyorsan vissza is fordulunk. És... na tőlünk... egy 109E van tőlünk, nem olyan messzire. Megpróbálok ráfordulni. Ó, igen. Kitérő manőverbe kezdett. Valahogy megpróbálok mögöttem maradni, hát ha addig jó lesz még. Már a többiek is folyamatosan sorozzák. Na majd most. Gyerünk, gyerünk! Úristen, mi van itt, kérem szépen. Na, talán majd most már lesz annyi töltényem, hogy jó legyen. Na, végre egy találatot már bevittünk. És. Még mindig bírja. Már egyre kevésbé. Na majd most. És megvan a végzetes találat. Jó van, megvan a 9. győzelmük. Áda. Már egy 10. kéne, úgy lenne szép kerek szám. Ott van egy Typhoon. Az elég messze van, meg alattam ilyen földi célpontok, de hát ezek nem olyanok, hogy jók legyenek. Megint próbálok egy kis magasságot nyerni, mert elég alacsonyan voltam. De ott az a Typhoon. 5,6 km-re és távolodik magyarán, hát ez az életben nem fogok harcolni, úgyhogy irány a reptér. Meglátom, mit tudok ott még kezdeni. Hát töltényből már vissza felfegyverkeztem, és 9 perc múlva kifogy az üzemanyagom, úgyhogy te szerintem nem kell ezt addig várni, hogy vége legyen a körnek. Ja, Istenem, hölgyeim és uraim, kérem szépen. Elég érdekes szögbe áll most a gépem. Nem igazán tudom egyenesbe tartani. Na, mindesetre közelembe került a Typhoon. És ott egy másik gép lángol. Na, gyerünk már! Gyere egy kicsit közelebb, gyere apuhoz, gyere, ez az! És megvannak a találatok, de nem bírtam kilőni, a franc vigyen. Nem baj, még ott egy földi célpont. Meg mint hogyha a reptéren lenne egy míg, vagy a fölött. Nem csak a fölött. Talán most szállt fel. Azt mondja, mindjárt lőtába lesz ő is. Na nézzük. Kapott egy keveset a srác. Na hát ez biztos válhatott. És megpróbálom üldözőbe venni, de közben van még itt két légvédelmi üteg, az meg engem lő.
Ah, az csak egy killassziszt. A franc vigyen el. Na jó, akkor maradtak a földi célpontok. Na már nagyon rommál lett lőve a gépem. Úristen emberek, úristen, mi folyik itt? És a mi földi célpontjaink száma is elkezdett fogyatkozni, úgyhogy én szépen kilövöm ott azt a légvédelmi üteget. Jó van, ez megsemmisült. Aztán többet nem látok. Mi lenne, ha megpróbálnék leszállni erre a reptérre? Ha mi lesz, még azt sose próbáltam ki amúgy. Be lehet foglalni a repteret is. Na, majd mindjárt kiderül. Azt mondja, hogy... Szépen visszaveszem a sebességet, megpróbálok ráfordulni. Igen, hála égnek kijött a futómű, pedig volt olyan, hogy nem nagyon akart kinyílni. Valamit pont úgy találtak el, hogy ne legyen jó. Szépen lassan elkezdtünk keresztül, és bor lett vége a körnek. Á, franc, vigyen el. Pedig mi jó lett volna? Nos, hölgyeim és uraim, ez volt a War Thunder-es túravezetésünk legújabb epizódja. Remélem tetszett ez a rövidke kis epizód, amivel szolgáltunk most nektek. Találkozunk egy újabb epizódba. Addig is jók legyetek, sziasztok! És íme az eredmény.